Július közepén szakadt be az aszfalt és az út a toronyház mellett. 4 évvel korábban két úgynevezett csatorna közzel arrébb ugyancsak komoly lyuk keletkezett az úttestben. Mindkét esetben a szennyvízhálózat, illetve annak előregedése okozta a bajt. Tudni kell erről a szakaszról, hogy egy nagyon régen, közel 50-60 éve épült szakaszról van szó, ami az akkori technológiának természetesen megfelelt, azonban az idő próbáját, mint ahogy nagyon sok más technikai építkezés, az akkor használt építő anyagok ma már nem felelnek meg a mai igénybevételeknek. Ugye tudjuk, folyamatosan látjuk ezeknek a romlását, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy természetesen ezeket hogy lehet megjavítani. Úgyhogy elkezdődött a feltárás, elkezdődött az a munka, amely a környező szakaszokat is átvizsgálja. Kamerát kellett rendelni, kamerás vizsgálatot kellett rendelni, és hát természetesen ennek a szakasznak a javítását is el kell kezdeni előkészíteni. Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségeit messze meghaladja egy ekkora beruházás, így a város a központi költségvetés Viszmajor alapjából kért támogatást. A felújítási munkálatokat az utcaszint alatt 6 méterrel kell elvégezni, ráadásul úgy, hogy a talajvizet sem lehet megbolygatni. Ha ugyanis a talajvíz elszivárog, az beláthatatlan következményekkel járna a környékbeli ingatlanokra nézve. Az elsődleges fölmérések alapján úgy néz ki, hogy mind az állami támogatást, mind pedig a megfelelő kivitelezőt sikerült kiválasztani és hozzájutni, és az ő tájékoztatásuk alapján is azt tudom elmondani, amiről az előbb is beszéltem, hogy egy lassú, de biztonságos folyamat elején állunk, tehát ha nagyon meg kell mondani most a végét, hogy mikorra várható a teljes helyreállítás, akkor körülbelül a novemberi hónapba is belecsúszhatunk ahhoz, hogy valóban emberéleteket nem veszélyeztetve, gondolok itt mind a lakókra, mind pedig az ott munkát végzőkre, mind pedig a környező ingatlanokban sem okozzunk kárt, és természetesen utána ennek a csatorna szakasznak a hosszú távú működése is biztosított legyen. Az Ady Endre út és a Szent István sugárút kereszteződése nem csak közlekedési szempontból a város egyik kiemelt csomópontja. Itt a földfelszín alatt folyik át a város teljes szennyvizének 70%-a. Időközben a sérült csatorna szakasz kamerás átvizsgálása is megtörtént, sőt a kivitelező cég szakemberei már lefektették az új csatorna hálózat néhány elemét is. Ezek teljesen biztonságban működnek, bár hagynak némi kívánnivalót maguk után, hiszen látjuk, hogy kivitelezés után itt-ott vannak süllyedések, de ezeket természetesen csak felületi hibák, tehát ezeket fogják javítani a kivitelezők, de maga a csőszakasz biztonságosan és jól működik. A további szakaszok, amely a szennyvíztelep irányába vezetnek, jelenleg teljesen biztonságosak, használhatóak, de mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a jövőben ezeknek a szakaszoknak a folyamatos cseréje mindenképpen indokolt lesz. Időközben elkészült az egész város szennyvízhálózat rekonstrukcióját érintő tervezet. Másfél hete a magyar közlönyben is megjelent, hogy ezt a pályázatot Magyarország kormánya támogatásra méltónak ítélte, így a következő környezeti és energiahatékonysági operatív program anyagi támogatására is számíthat. Így néhány éven belül nem csak Karcag teljes szennyvízhálózata, hanem a szennyvíztelep is teljesen megújulhat.